Szeretettel üdvözlök ismét mindenkit. Most egy teljes videót szentelek arra, hogy bemutassam a Present Perfect befejezett igeidő passzív szerkezetbetételét. Egy példamondaton bemutatom, és akkor utána egy kicsit gyakorlunk. Jó? Tehát itt lesz egy aktív mondat, a szokásos mondatunk. My brother has painted the wall. Jó? Írjuk le. My brother has painted the wall. A testvérem lefestette a falat. Jó? És akkor ezt úgy tesszük át passzívba, hogy the wall has been painted by my brother. The wall has been painted by my brother. Már be is jelöltem itt. Ugye az aktív mondatban az ige present perfectben van, azaz befejezett jelenidőben has been, vagy has painted. A passzívban pedig a be igét tesszük present perfectbe, a főige pedig harmadik alakban, befejezett melléknév igenévben, past participle-be kerül. Jó? Tehát a testvérem lefestette a falat, a fal le lett festve a testvérem által. Jó? Tehát itt a maga az ige van present perfectben, az aktívban, a passzívban pedig a be van present perfectben, a főige pedig harmadik alakban látható. Jó? Ha ez megvan, kezdjük el a gyakorlást. Mindenki leírja a mondatokat, kihagy alatta egy sort, vagy alattuk egy sort, és akkor hagyok időt megoldani. Pontosabban úgy, hogy megállítja mindenki a videót, addig megoldja, és mikor kész, akkor újraindítja. Jó? Tehát az első mondat. My father has repaired my bike. My father has repaired my bike. Az édesapám megjavította a biciklimet. Jó? Nyugodtan ismételjük is ezeket a mondatokat. Az édesapám megjavította a biciklimet. Következő, a második mondat. My mom has already cleaned the windows. Az anyukám már megtisztította az ablakokat. Az anyukám már megtisztította az ablakokat. My mom has already cleaned the windows. Jó, ha ez megvan, akkor jött a harmadik. Somebody has broken my glass. Somebody has broken my glass. Present perfectben van, valaki eltörte a poharamat. Somebody has broken my glass. Jó, ha megvan, akkor jöhet a negyedik aktív mondat. This company has built 10 houses so far. This company has built 10 houses so far. Ez a cég eddig már 10 házat épített. Jó. Ha le van írva, akkor jöhet a következő. Ez volt a negyedik. Az ötödik. They have already sold their car. They have already sold their car. Ők már eladták az autójukat. Jó. És a hatodik. The terrorists have kidnapped the king. The terrorists have kidnapped the king. A terroristák elrabolták a királyt. Írjuk le. Jó, ha megvan, akkor lehet kezdeni a munkát, jó, megállítani a videót, utána újraindítani és ellenőrizni. Jó, és akkor most mondom a megoldásokat. Az első mondatunk ugye az volt, hogy my father has repaired my bike. Ez. Az apukám megjavította a biciklimet.
passzívban úgy szól, my bike has been repaired by my father. A bicikli meg lett javítva az édesapám által. Jó. Látjuk ugye, hogy itt az ige present perfectben volt aktívban, itt pedig ugye az igei rész az a has been repaired, a has been a present perfect, tehát a be-t tettük present perfectbe, az ige pedig harmadik alakban van, V3, azaz past participle, befejezett melléknév, illetve határozói igenév. Jó. Következő mondat az volt, hogy my mom has already cleaned the windows, anyukám már megpucolta az ablakokat, passzívban, the windows have already been cleaned by my mom. Ugye az ablakok már meglettek pucolva az anyukám által, szó szerint. De ezt magyarul így nem mondjuk. Magyarul aktívban mondjuk csak főleg. Jó, látjuk itt is, hogy have been, ugye a already version alá húztam, de azt lesotíroztam, tehát have been a present perfect, és a főige, a cleaned, az harmadik alak. Jó, harmadik mondat következik. Somebody has broken my glass. Ugye valaki eltörte a poharamat. Ez passzívban úgy szól, my glass has been broken. A poharam el lett törve. By somebody-t nem muszáj odaírni, hogy valaki által, nyilván valaki tört el. Jó, ilyenkor nem szükséges kiírni, ki által történt a cselekvés. Ki végezte. Az eredmény a lényeg. Jó. Ha ez megvan, akkor jöhet a negyedik. This company has built 10 houses so far. Ez a cég eddig 10 házat épített. Jó. Has built. Ugye, present perfect. Passzívban pedig úgy szól. 10 houses have been built by this company so far. 10 ház lett építve ezen cég által eddig. Jó. Tehát látjuk, has been, itt van a present perfect, a be van present perfectben, és a built harmadik alakban, a főige, mindig harmadik alakban van. Jó. Ha ez megvan, ez volt a negyedik, jöhet az ötödik. They have already sold their car, ők már eladták az autójukat. Passzívban úgy szól. Their car has already been sold. Az autójuk már el lett adva, szó szerint. Ugye itt have sold, present perfectben, itt pedig has been, present perfectben, és sold a harmadik alakban. Jó. És a hatodik, the terrorists have kidnapped the king. A terroristák elrabolták a királyt. Így volt. És passzívben ez úgy van, hogy the king has been kidnapped by the terrorists. A király el lett rabolva a terroristák által. Ugye, látjuk, have kidnapped, present perfectben, itt pedig has been, present perfectben, a főige pedig harmadik alakban, kidnapped, elrabolva a jelentése. Jó, javítgassuk, írjuk is le, remélem mindenki ismételte is közben. Jó, remélem, hogy sikerült megérteni. Mindenki gyakorolja még. Köszönöm a figyelmet.